Gátszög, óré, téglácska, galambhomoka. Ezek a régi karcsaiaknak nyilván mondanak még valamit, de kinek mond az valamit, hogy karcsa. Karcsán vagyunk az ország északkeleti csücskében, és azért, hogy megnézzünk egy egészen különleges, úgynevezett hatkaréjos körtemplomot. Karcsa Bodrog közben még Pácinon is túl fekszik, onnan 4 kilométerre. A Tisza és a Bodrog által közrefogva lápos holtágak szabdalt a vidékhez, talán ezért maradt meg az Árpád-kori temploma is, sokáig utak sem igen voltak ezen a mocsaras vizekkel körbezárt tájon. A Bodrog köznek ez nem csak a legszebb, de a legrégebbi temploma is, hogyha nem számítjuk persze a Bodrog köznek azt az északi részét, ami Szlovákiához tartozik, ugyanis ott áll a vele rokon Bodrog szentesi templom. Hogyha belépünk a templom kertbe, akkor rögtön látjuk, hogy mennyire két különböző részből áll ez a templom. Van egy kerek templom téglából, és egy nála jóval nagyobb, de furcsa formájú hajótest, majdnem négyzet alakú hajótest, ami viszont vulkanikus kőből, szürke és vörös kőből épült. A gondosan faragott kváderköveket vörös trahitból faragták, a kis templom nyugati kapuja pedig egészen pompázatos. Sokárkát, timpanon, a hatoszlopos oronfal alatt pedig egy-egy oroszlán tartja két oldalt a konzolokat. Jól látszik, hogy a szentély eredetileg különálló építvény volt, méghozzá kerek templom, azaz latinosan rotunda. Körtemplom egyébként ez egyik legmisztikusabb épületforma, mert a világmindenség formájára sokan a tökéletes templomot is köralkúnak képzelték. Egyesek szerint a római Partenon volt a minta, mások szerint Jézus állítólagos sírja fölé emelt jeruzsálemi Szent Sír bazilika, aminek a hírét egyébként Európába keresztes lovagok hozták el. És a bizánci típusú templomokban ez változatlanul népszerű, ez a forma. Nem véletlen, hogy Kelet-Magyarországon is számos kortárs, tehát mai görög-keleti templom ilyen alakú. Tehát nem tudni pontosan, hogy Közép-Európában miért volt ennyire népszerű ez a körtemplom forma. A 11.-13. századokban minden esetre a középkori Magyar Királyság területén sok ilyen épült. A legismertebb a Veszprém megyei Öskü és a Zalai Kallósd, de a mai Szlovéniához tartozó Nagytótlaktól, ezt ma Szelónak hívják, egészen a Felvidékig lehet találni, és azokon a területeken maradt meg, amit a török hódoltság nem érintett. Számos helyen tovább építették, mint például Sárospatakon vagy Isaszegen, máskor a bővített templom félköríves apszisa szentélye lett. Még különlegesebb csoportot alkotnak azok a körtemplomok, amelyek belül úgynevezett hatkaréjos teret rejtenek. De vissza Karcsára. Jól láthatjuk, hogy a rotunda itt nem kőből, hanem téglából épült, és azért is az egyik legszebb Magyarországon, mert a téglában még egy finom díszítés sor is van. A 12. században még csak ez a kis körtemplom állt itt, ahová csak egy nagyobb család fért be, aztán a következő évszázadban a területet birtokló johannita lovagok emelé kezdtek építeni egy nagyobb, sokkal nagyobb, kéttornyosra tervezett templomot. Az építkezés azonban félbe maradt, a német lovagok kitűntek a képből, így maradt végül toronytalan is ez a templom. De a régi körtemplomot nem bontották le, hanem szentélyt csináltak belőle, ezért olyan különleges a templom apszisának a formája, azzal a két vaskos oszloppal a hatkaréjos rotundából alakították át. A rotundához kőből épített diadalívvel csatlakozik a furcsán félbehagyott templomhajó, aminek lábazati és övpárkánya sincsen. Mi az a hatkaréjos? Itt a körtemplom részben jól látni, hogy az eredeti hatkaréból csak 5 maradt meg a hozzáépítés miatt, és az elnevezés pedig arra vonatkozik, hogy ezeket a fülkeszerű beugrásokat félkupolák fedik. Egyébként a templom hajója és a hozzáépítés nyugati, esetleg észak-itáliai hatásokat tükröz, ami tulajdonképpen nem is olyan meglepő, hogyha Karcsa egykori valahai birtokosai templomos lovagok voltak.
A síkboltozat 1767-ben épült meg, és annak ellenére, hogy református a templom, itt nincsenek festett fakazetták. És különös elemeket tesz hozzá ehhez a 60-as években megejtett restaurálás is, amikor fa vagy kövek helyett betonból öntötték ki a hiányzó felső falrészek pótlását. Ennél már csak a templom legendái érdekesebbek. Az egyik szerint például a nagykövesdi várúr építette a lányának, akit egyébként megöletett, miután ez egy közembertől megesett. A másik szerint egy olasz lovag építette a kolostort választó lányának, a harmadik szerint viszont a templomot tündérek építették fel 2 nap és 2 éjszaka alatt. Csak amikor a harangot vitték, boszorkányok vették üldözőbe őket. Már-már utolérték őket, amikor hajnalt kukorékolt a kakas, a boszorkányoknak vissza kellett merülni a tó mélyére, a tündérek viszont megijedtek, és tornyostul a karcsatóba ejtették a harangot. A harangot többször keresték azóta a falubeliek, egyszer állítólag 24 ökörrel is húzatták, de akkor meg valaki felkiáltott, jaj, a kis ujjam! Erre mindenki megdermett, az ökrök elestek, a lánc meg elszakadt. És tény, a karcsai templom ma is harang és torony nélküli, ami különállóan áll, az jóval később épült mellé.